A közeledő téli hónapokban nagyon nehezen találnak táplálékot az itthon maradt madarak. Vastag hótakaróra talán idén sem számíthatunk, azonban a kemény fagyok megnehezítik a tollasok számára az élelemhez jutást. Szakember szerint azonban az idei év hideg időszakára egy kicsit előbb fel kell készülnünk, ha gondoskodni szeretnénk a szárnyasokról, ugyanis az aszályos nyár miatt sokkal kevesebb napraforgó mag és kukorica áll rendelkezésre, mint az előző években. Jó, ha ezeket időben beszerezzük. A Szekszárdi Madártani Egyesület, ha minden jól megy, akkor tud valamennyi napraforgót biztosítani idén is a madaraknak az etetésére, de arra készülni kell tényleg, hogy nem tudjuk már ugyanazon az áron biztosítani mi sem ezt az eleséget, mint az eddigi években. Úgyhogy esetlegesen érdemesebb, vagy érdemes lehet alternatív megoldásokban is gondolkodni. Ezek mindenképpen magas energiatartalmú magvak legyenek, a legmegfelelőbb a köles, a gabonafélék, tökmag vagy akár a mogyoró. De kiegészíthetjük a táplálékukat mással is. Ilyenkor szokták még a szalonnát kiakasztani, ugye ennél nagyon fontos az, hogy ne sózott vagy bármilyen fűszerezésű szalonna legyen, hiszen a téli fagyokban a madarak ugyanúgy nem találnak iható vizet, és a sós szalonna ezt nem igazán segíti, hogy ne legyenek szomjasak. Ugye szokták mondani, hogy etetés mellett télen is ugyanúgy fontos lehet az itatás tartós fagyok esetén. Ilyenkor fontos arra figyelni, hogy mindig iható legyen a víz, tehát ne fagyjon be. Az etetést az első tartósabb fagyoktól kezdhetjük, és egészen ezek megszűnéséig folytathatjuk, mert ha egyszer a madarak odaszoktak az etetőhöz, és tudják, hogy biztos táplálékforrást találnak, akkor azt fogják keresni.